Köszöntöm a tisztelt tévénézőket! Szegedi Márton vagyok, a Jobbik polgármester jelöltje, és egyben a 15-ös választókerület egyéni képviselő jelöltje. Ezúton szeretném megköszönni a rengeteg ajánló szervényt. Miskolc bajban van. A közbiztonság romokban, a város eladósodva, az emberek pedig lassan a fűtésszámlájukat sem tudják kifizetni. Miskolcnak változásra van szüksége, mégpedig azonnal. A Jobbik Miskolci csapata készen áll arra, hogy változtasson. Megvédjük ivóvízkészleteinket és környezetünket. Szülővárosunkat új gazdasági alapokra helyezzük. A segélyeket közmunkához kötjük, és egy munkaképes ember sem fog segélyhez jutni anélkül, hogy ne dolgozna meg érte. El fogjuk számoltatni az elmúlt 8 év korrupt politikus bűnözőit, akik városunkat mára a csőd szélére sodorták. Fel fogjuk számolni a cigánybűnözést. Létrehozzuk az önfenntartó börtönöket a luxus börtönök helyett, hogy egy rab eltartása ne kerüljön több mint 200 ezer forintba havonta nekünk, adófizetőknek. Rendet teszünk Jukóban, a számozott utcákban, és megfékezzük a fészekrakók álmok futását. A multinacionális cégek helyett a miskolci kis- és középvállalkozókat fogjuk támogatni, hogy végre munkából is meg lehessen élni. Normalizáljuk az elszállt energia és fűtésárakat, észszerűvé tesszük Miskolc közlekedését. Fél óra ingyenes parkolást fogunk biztosítani a közintézmények előtt. Röviden rendet fogunk tenni Miskolcon. Ehhez kérem megtisztelő támogatásukat, október 3-án is. Szebb jövőt.